Sziasztok! A receptes videók alatt nem szoktam beszélni, de ebben a zapkása témában szeretnék néhány dolgot elmondani. Pofon egyszerű a zapkása, én nem gondoltam egyébként, hogy van igény arra, hogy erről csináljak egy videót, de nem mindenki van az életmódváltásban azon a szinten, hogy már természetes dolog az, hogy mondjuk zabot, vagy zappelyhet, vagy zapkását használtok, és több olyan kérdést is érkezett, hogy egyáltalán milyen ez a zab, meg hol kell venni, meg ez most akkor a műzli, úgyhogy ezért szeretnék néhány szóban, így előjáróban egy-két dolgot elmondani. Amit én szoktam zapfejhet használni, ez, nem is tudom már, hogy ez talán DMS, vagy spáros, vagy ilyen kiflipont hús zappehely. Ez az ilyen pici, ilyen darabos, szemcsés zappehely, nem tudom, hogy mennyire látszik, de igazából teljesen mindegy, hogy milyen zappehelyet használtok. Amire rá van írva, hogy bio, vagy bio-organik, ezek mindig jobbak azért. Ezt a zappehelyet lehet simán így, ahogy van ebben a kicsit ilyen, vagy ilyen darabosabb formájában is használni, de mi például úgy szoktuk, hogy ebben a kis bullerben vagy shakerben egy kicsit felaprítjuk, egy kicsit ilyen lisztesebb formája lesz, amitől egy kicsit kásásabb lesz a zapkása. A zab egy teljesen egészséges dolog, de nagyon-nagyon fontos, hogy aki diétázik vagy fogyókúrázik, annak én személy szerint nem ajánlom, mert ez nem egy kalóriaszegény diétás étel, annak ellenére, hogy tényleg nagyon-nagyon egészséges. Úgyhogy én ezeket a zapkásás ételeket vagy zabos reggeliket, uzsonnát, én igazából azoknak ajánlom, akik izmot akarnak építeni, nem feltétlenül rendelkeznek túlsúllyal, akár a fiatalok számára is edzés után, vagy olyan időszakban, amikor egy kicsit nagyobb energia igényre van szükségük, tehát kicsit aktívabbak sportolnak, nagyon-nagyon jó és laktató dolog a zapkása. Mint ahogy mondtam, nagyon egészséges, viszont diétában, fogyókúrában nem biztos, hogy jó nekünk. Amit még fontosnak tartok elmondani, hogy rengeteg verziója van ennek a zapkásás reggelinek vagy uzsonnának, mert én most meg fogok mutatni egy verziót, de gyakorlatilag a fantázia szab csak határt annak, hogy ezt hogyan készítsük el, illetve mivel tuningoljuk föl egy kicsit, mert akár a gyümölcsök különböző verziói, a magok, olajos magvak, asszalt gyümölcsök, vagy akár ha csak azt vesszük, hogy a különböző ízű proteínporokkal mivel dúsítjuk, ez teljesen ránk van bízva. Úgyhogy lehet csinálni reggelire gyümölcsös zapkását, akár mondjuk banán vagy eperízű proteinnel, de aki mondjuk kicsit édesebb szájú, akkor meg lehet csinálni a mézes sütés vagy fahéjas proteínporral, vagy akár a csokissal, kókuszossal. Lehet rá csoki darabokat rakni, kókuszreszeléket rakni, gyümölcsöket rakni. Ha éppen nálunk nincs itthon gyümölcs, akkor van, hogy fagyasztott gyümölcsöt teszünk rá. Úgyhogy tényleg a lehetőségek és a variációk száma az határtalan. Próbáljátok ki, hogyha nem vagytok szigorú diétán, vagy a gyerekeiteknek is nyugodtan csináljatok ilyen zapkásás reggelit, mert én szerintem ez egy nagyon tartalmas, nagyon klassz, nagyon finom étel. Fontos, hogy én mindig dúsítom proteínporral, vagy a nagylányom is, aki magának szokta ezt elkészíteni, ő is mindig vagy csokis, vagy banános proteínporral szokta dúsítani. Hogyha kisebb gyerekekről van szó, természetesen nem feltétlenül kell táplálék kiegészítőket használni, de esetleg a kamaszoknál, vagy felnőtteknél semmi akadály annak, hogy dúsítsuk ezt az ételt, ezt a reggelit, vagy uzsonnát egy kis proteinnel, amitől még tartalmasabb, még tápanyagdúsabb lesz a zapkásánk. És akkor lássuk, hogy is készül ez.